Jó estét kívánok, Önök a Mély Magyart látják. Vendégem a stúdióban Kerény Imre, színház rendező. Tisztelettel köszöntöm. Tisztelet. Tanár úr, mert valahogy úgy alakult, hogy így szólítom Önt hosszú köszönöm évek szépen, óta. Köszönöm szépen, megtisztel vele. Hadd legyek személyes, így az elején. Kalandozzunk vissza 1982-83, még talán 84 is. Én leérettségizek, elsőre nem vesznek fel sehova. Élem az akkori ifjak életét, viszont egy héten legalább egyszer, de inkább kétszer a Várszínházban vagyok. Azt hiszem a Csíksomlyói Passiót nem akarok hazudni, de szerintem 50-szer biztos, hogy láttam ezekben az években. Hát ez dicséretdő dolog. Ha nagyon összeszedem magam, nagyjából én most is fel tudom idézni a szövegeket, meg az énekek, a dalok szövegeit belőle. De az Én Claudius volt a másik darab, vagy akár a Magyar Elektra. Ugye a Passióban még Ivánka Csaba játszik az elején, Hámori Ildikó, Funtek Frici. És valami egészen parádés esték, megunhatatlan esték. És mi egy, a Nemzeti Színház stúdiósai, meg az én barátaim, tényleg ott töltjük az életünket. És számunkra a színház valami utolérhetetlen és megfoghatatlan csodát jelent. De mehetünk át a régi Nemzetibe, a Hevesi Sándor térre, mert nekem még olyan magyar tanárom volt, aki gyakorlatilag elhurcolt bennünket az Advent a Hargitán előadására, amikor Sütő András nem engedik már át a románok is. Nyilván Ön is emlékszik arra a legendás előadásra, amikor Sinkovics Imre az előadás végén leterít egy fehér kendőt a színpad közepére, és rátesz egy vörös rózsát, és azt mondja, hogy itt az író. És hogy ez mit jelentett akkor. Most eltelt, nem is tudom, idestova 40 év azóta. És hogyha csak a kultúrát tekintjük, akkor néha az a rettenetes érzésem támad, hogy a kultúra területén végig tekintve, hogy kár volt rendszert váltani. És ezt nem tudom, érti-e, hogy ez nyilván nem a rendszerváltásra magára értem, de ahogy én most végignézem, hogy mivé lett mára a kultúra és a kulturális élet, és mondjuk egy mai tizenéves vajon azzal tölti a fél életét, hogy színházba jár, vagy valami mással, akkor azt mondom, hogy valahol utat vesztettünk. Tévedek, vagy van ebben valami? Szóval az az igazság, hogy a Kádár rendszerben a kultúra fontosabb volt, és mi is arra használtuk, tulajdonképpen rendszerkritikára, és fölértékelődött minden kulturális mozzanat. Minden előadás, minden értelmezése fölértékelődött. Ebben a színházi formációban, amit Uraságod itt leírt, ez a Várszínház, Pesti Magyar Színház, tulajdonképpen Nemzeti Színház volt. Volt egy igazgatója, aki nem sok vizet zavart, volt egy nagyszerű főrendezője, Vámos László, aki tűrte a többi rendező munkáját, és a rendezők elkezdtek dolgozni, és üptre rendeztük Shakespeare királydrámáit. Na most a királydráma az politikai működési modell. Egy királydráma értelmezésével mindent el tudsz mondani a világról, ráadásul titokba mondod el, nem úgy mondod el, hogy másnap fölakasztanak, hanem a művészet eszközeivel, a történetmesélés eszközeivel. És akkor jön valami miniszterhelyettes, aki fogja a fejét, hogy jaj, Jaruzelszkire rendezik a második Richárdot, meg nem tudom micsoda, nem ezek a direkt párhuzamok, hanem az, hogy ténylegesen a kultúra csinálásnak volt egy minősége, egy étosza, egy lehetősége, egy hivatása. És az érzékeny művészek erre rárezzentek, és nagyon sok jó kulturális eredmény született, nem csak a színházban, a filmen is, az irodalomban is. Azért abban gondoljon bele, hogy Várkonyi Zoltán és Zsurzs Éva, két iparos rendező, micsoda nagyszerű programot valósított meg, hogy a Jókai filmeket megcsinálták, meg a Gárdonyi regényeket sorozatba, televíziós játékokat. Meg a Mixátok. Állandóan bementünk a televízióba, mi színházi rendezők, és üptre gyártottuk a televíziós játékokat. Először se tudtuk, hogy kell csinálni, de hamar megtanultuk, és elmeséltük a történeteket, amik le vannak írva a Nemzeti Könyvtárba.
Azért adom ki a Nemzeti Könyvtárat, ez mind forgatókönyv. És arra gondolok, hogy itt van nekünk egy gyönyörű MTVA. Valaki fedezze fel azt, hogy egy hihetetlen tárház van a birtokunkban, Móricz, Gárdonyi, Jókai és a többi, és hogy ezekhez hozzá kéne nyúlni, és valahogy úgy kéne csinálni a kultúrát, mint a Kádárkorban, ahol nem a kommunisták tették fontossá, és nem a szocialisták tették fontossá. Valahogy mi tudtuk, hogy mi a szerepünk abban. És mi tudtuk, hogy mi abban fontos emberek vagyunk, és ennek megfelelően elkezdtünk csinálni. Na most szerintem méltó módon dolgoztunk. Nagy összegében, méltó módon, eredményesen. A rendszerváltozás után ez egész kulturális dolog leértékelődött. És jött az üzlet támadott egyfelől, a politika átlépett az értelmiségen másfelől, amit végül megértek, mert az értelmiségnek az államalkotó készségébe én nem hiszek. A kritikai, analizáló, ráérző, megmutató, történetmesélő tehetsége az vitathatatlan, de azt gondolom, hogy a politikai vezetésre az értelmiség alkalmatlan. És a Kádárkorban mi nem is a politikai vezetést próbáltuk magunkévá tenni, hanem végeztük a magunk dolgát, amit egy értelmiségi hozzá tud ehhez fűzni. Na most ez a talaj a rendszerváltozás alatt kiszaladt az írók alól is. Például vannak kitűnő írók, akik öngyilkosok lettek emiatt. Hát úgy érezték, hogy hát eddig tudták, hogy nekik mi a dolguk, aztán egyszer csak kicsúszott a tal. Volt, aki alkoholista lett. Sokan úgy megsemmisültek. De azért ne tessék nagyon szomorúnak lenni, mert azért ez az értelmiségi dolog és ez a kultúra, ebben az egy gyönyörű, hogy mindig innoválni tudja magát. És mindig jön valami új, és én azt tanultam, az én professzorom volt Nádasdy Kálmán, hát egy operaigazgató, legendás operaigazgató, egy művelt, sok nyelven beszélő ember, aki rettenetesen félt. Mindig mindentől félt. De viszont kiváló tanár volt, nagyon jó professzor, ránézett a növendékekre, és tudta, hogy melyiknek mit kell mondani, melyiket merre kell vinni, és ő mondta általános alanyként, hogy sose keseredjenek el, mert a kultúra búvó patakokon keresztül terjed. Vegyék tudomásul, most nincs. Egyszerre csak a hegy másik oldalán kijön a tiszta forrás, és ezt türelemmel a kultúra munkásainak végig kell élni, hogy hol vagytok, hol nem vagytok. Nem vagytok. És azt gondolom, hogy mi voltunk is, és leszünk is. Most vitathatatlan, hogy van egy ilyen kis mélyrepülés, de nem tudok miatt elkeseredni, mert műfajok vannak. Szóval mondjuk azt lehet mondani, hogy bizonyos művészeti ágakban, hadd ne nevezzem meg, van visszaesés, sorvadás, de más művészeti ágakban például van fantasztikus fellendülés, például a magyar festészet. Az ember azt hinné, hogy jaj, hát a festők éhen halnak, mint a bohém életben, meg jaj, mi lesz ennyi festővel, annyi festővel Magyarországon, hogy elképesztő. Nem is tudom miért. Én nekem lehetőségem nyílt festményeket megrendelni, megrendeltem vagy 100 műtermet, és arra jöttem rá, hogy 10-szer annyi képzőművész és festő van, mint amennyi kell egy országba, és mind megél. És mind kialakította a maga stílusát. Mindnek megvan a maga hódolói köre. Először a rokonság, aztán a papja, aztán a nem tudom, csak kis vásárlói köre. És mindegyiknek megvan a rajongó tábora. És mindegyik kialakította a maga stílusát, és most nézem ezeket a kiállításokat, és élvezettel tapasztalom, hogy a magyar képzőművészet és festészet a régi magasságokba kezd visszakerülni. És nem görcsölnek be a festők attól, hogy Egri József így festette a Balatont, hanem oda néz és megfesti a maga Balatonját, és nagyon sok színűek ezek az ábrázolások. Sokféle stílusban dolgoznak. Azért se halnak éhen, mert megtanultak újra festeni. Mert ugye egy darabig csak elég volt a krix-krax, meg az ötlet, meg az installáció, meg a nem tudom én micsoda, de viszont most azért nincs támogatás, állami támogatás, tehát tulajdonképpen piacról élnek. Hát olyan gyönyörű portrék vannak, Bayer úr, hihetetlen. Gyorsan, határozottan, tehetségesen egy csomó festő tud portrét festeni. Van szép feleségünk, gazdag nagybácsi, nem tudom én micsoda, jaj, a nagymamáról legyen, és ez virágzik. És kimennek megint a plenerbe, és fölteszik a szalmakalapot, és lefestik
a Badacsonyba a kőkerítést. És a helyi emberek azt mondják, hát ez az én kerítésem, és szépen megveszik, és van egy ilyen forgalom. Tehát, hogyha bizonyos művészeti ágokban kicsit elbizonytalanodik, más helyeken meg fölmehet. Ugyanez van a filmen is, nem? Milyen váratlan eredmények jönnek el. Hát azért itt van ez a kincsem. Bajer úr, hát azért ez valami, nem? Nézői rekord. Elképesztő. Hát én oda mentem és elájultam, hogy de milyen jól van megcsinálva. Hát Hollywoodban sem tudják igazán jobban megcsinálni ezeket a mozikat. Jó a forgatókönyv. Szerintem Vajnának bejött. Vajna ugye azt mondja, ő a király, nem? A film király. Azt mondja, hogy a forgatókönyv. Ez egy iskola. És az igazság, hogy igaza van. És ebből indul ki, az ezt megelőző korokban csináltuk a művészfilmeket, nem? Csak a fesztiválok számára csináltuk a magunk is izét, akkor a külföldi versenyfesztiválokon az egyik bezsűrizte a másik az egyiket, és senki nem nézte. Kutya nem nézte. Így és, akkor, és most egyszer csak elkezdik nézni. És én bámulattal néztem az Ernelláék Farkaséknál című filmet, ami egy fiatalembernek a munkája, a feleségével forgatta a saját lakásukba, költségvetés nélkül, vendégek jöttek, végig csinálták a forgatókönyvet, és így bámulva néztem, hogy 5 fillérből ott van egy komplett film. És a Vajnának abban is igaza van, hogy a gyártást egy darabig leállította, mert ez egy nagyon szutykos szerkezet volt, hogy ki adja a pénzt, kinek, tulajdonképpen mindenki mindent ellopott. Most ő valamit csinált, 2-3 évig nem voltak filmek, aztán elkezdte adogatni a pénzt, vigyázz a forgatókönyvekbe, sorra nyeri a díjakat. Ez szerintem egy nagyon nagy dolog. Csak ebből az egész Vajna működésből, tudja mi hiányzik nekem? Egy vonulat, amit ki kell építeni ugyanennek a tehetséges filmművészetnek, az a vonulat, amit a Várkonyi Zoltán és a Zsúrzs Éva kiválóan csináltak, és amit Szinetár Miklós vezetésével a régi Magyar MTV, ő volt akkor ott a művészeti igazgató, én szerintem a Szinetárnak lovas szobrot kell adni a tevékenységére, az egy értelmiségi tevékenység volt. Ő a Cél György barátja volt, egy könnyed ember, mindenkivel jóba volt, elvette tőlük a pénzt, és nyomta bele a magyar kultúrába. És a tudatba, a magyarság tudatba, az általuk produkált nemzeti, romantikus, klasszikus, magyar alkotások, film feldolgozásai ma is úgy hiányoznak, mint egy falat kenyér. Voltam Szigetváron, fölavattak egy ilyen sztélét, hogy ez nemzeti emlékhely. Hát minden nagyon jó Szigetvár tényleg. Ott halt meg a szultán, ott halt meg Zrínyi, és ott jöttem rá, hogy ez a nagy Szulejmán, aki ugye egy tehetséges uralkodó volt, és ott meghalt, hogy ez ma Magyarországon népi hős. És Zrínyiről semmit nem tudunk. És ennek az az oka, hogy van egy török szappan opera. Igen, ami megy. És mindenki azt nézi, hogy jaj, a Hürrem, milyen gonosz ez a szultána, meg az Ibrahim pasa, meg nem tudom micsoda, és nagy szüle, a hódító a népi hős Magyarországon. Ez azért van, mert a kultúránkban és a filmgyártásunkban, főleg a film és a televízió gyártásunkban ezt a vonulatot elfelejtettük kidolgozni, és szerintem nekünk azon kell lenni, magának is, meg én nekem is, hogy alakuljon ki még egy gyártóbázis. Mert a Vajna csinálja a maga dolgát, ezt a hollywoodi iskolát, arra van érzékenysége, szerintem erre nincs affinitása, és én arra gondoltam, hogy itt van nekünk ez a gyönyörű MTVA. Hát annyi csatornánk van, nem? Rengeteg csatornánk van. Az egyik csatornát ki kell nevezni gyártóbázissá, és nem úgy kell megcsinálni, hogy jaj, kormány, adjál pénzt, hanem a meglévő pénzt át kell csoportosítani. És azt kell mondani, na te Duna TV, vagy te M5, te most többet kapsz. Oda kell tenni nem egy kormánybiztost, hanem egy megszállott embert, aki ezt a hitet megvalósítja. Oda kell adni neki a 75 milliárd forintot, és azt kell mondani, hogy pajtás 5 év múlva találkozunk, és soha nem bele dumálni az ő dolgába. És szerintem ezt az embert meg kéne találni, ezt a működési modellt meg kéne találni, mert a Hankisnak van igaza, Hankis Elemérnek. Emlékszik rá? Persze. Szerintem nagy ember volt, nem? De. Fantasztikus. Hát az apja, Hankis János, hát micsoda író, micsoda tanár, Debrecen professzor. Na, Hankis Elemér 25 évvel ezelőtt, emlékszik rá, elkezdte mondani, hogy szeressétek a szappanoperát,
És mindannyian kacagtunk, és azt hittük, hogy a tanár úr megbolondult. És azzal érvelt, hogy a modern embernek is van mese igénye. És mivel a népmese, a mesélés, a mesék világa elkopott, és azok a szociológiai környezetek, ahol mesemondás történt, elkopott, és a televízióknak kell pótolni ezt a meseigényt. És azt mondta, hogy a folytatásos szappanopera attól, hogy hetente egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor belelép az életembe, és figyelemmel tudom kísérni a hősök sorát, ez a mese, ezzel a meseigényem kielégül, de miközben a televízió adja nekünk a mesét, a tudatunkba tud csempészni nagyon sok fontos dolgot, például megerősít a hazaszeretetben, megerősít a magyarság tudatodban, jókedvűvé tesz, sikeressé tesz, mert győz a hősöd, eléri a célját. Én szerintem ezt a televíziós MTV a nagyszerű feladata lenne, amit most nem végez a pártunknak és a kormányunknak. Komolyan kell venni ezt a dolgot, és fel kell szólítani az MTV-at, hogy dolgozza ki a maga számára ezt a második működési modellt. Egy tökéletesen független második gyártó bázis kellene. És annak ki kéne találni a főnökét. Nekem van jelöltem. Én azt gondoltam, hogy maga legyen. Köszönöm szépen, majd akkor erre majd egyszer még visszatérünk. Mert én azt gondoltam, hogy ha én lennék az alkirály, én a Bayer urat mérhetetlen tisztelettel arra kérném, hogy a politikai újságírásból egy kicsit jöjjön hátra. Vágyom erre a pillanatra. És kezdjen el egy másik minőséget, és szerintem a Bayer úrnak két lehetősége van. Az egyik elmegy Tihanyba, és megpróbál I. és Gyula lenni. Ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog. Ön egy szép író. Ön egy író. Elsősorban. A másik út, hogy maga egy filmes, egy alkotó. Hogy egy ilyen helyzetet fölvállal, és 5 év múlva kész a mű. Ahogy a Vajna megcsinálta ezt a világfilmipart, és mindenki itt forgat, a nagy sztárok, megy a pénz, minden áramlik, minden rendben van. Csak azt a másik részét kellene valahogy megoldani. Igen, mert annál is inkább, most így hallgattam önt, belegondoltam, hogy mit is nézek én a tévében, például otthon. És a híreken kívül, amit muszáj, van ez a bizonyos M3 csatorna, ami csak a régi. TV-játékok, sorozatok, tehát ez a nosztalgia. És azon kapom magam, hogy majdhogy nem csak azt nézem. Mert ráadásul közel van. Nem kell keresni, ott van rögtön a szomszédban, ugye, mert az M1-et úgyis rád. Igen, de pontosan az a, és akkor ebből már a következő kérdésem is automatikusan következik, hogy nem is tudom, ki mondta közvetlenül a rendszerváltást követően, hogy azt hittük, hogy elmúlt a cenzúra, és a fiókokból most a remek művek elő fognak kerülni, azt rájöttünk, hogy a fiókokból nem került elő semmi. És igen, azt kell látni, hogy a mai napig Várkonyi Zoltán kőszívű ember fiait tudjuk megnézni március 15-én, és azt tudjuk most már a negyedik generációval megnézetni március 15-én, mert más nem készült el. Tám még a 80 huszár sárától az utolsó, hogyha ezen a... Meg a Tenkes kapitányát annyiszor vetíted le, ahányszor akarod. Tegnap este azt néztem. Tenkes kapitány. Én is azt néztem. Két rész megy egymás után, egy óra, az ember elájul. Igen. De ez a meseigény, ezek komplett történetek, ezek pontosan átélhető történetek. Pontosan. Ő művelt színészekkel, kedves emberekkel, nem ordítanak, kiabálnak, nem divatoznak, nem trendiznek. Elmesélnek egy történetet. Fiatal Szabó Gyulát meg egy Zente Ferencet nézni. És én most döbbentem meg pont tegnap, hogy Tenkes kapitányát néztem, és a végén ki van írva. Magyar Televízió 1963. Én abban az évben születtem, ezek 54 éves film, sorozat. Én tátott szájjal bámulom, miközben egyébként kívülről tudom. És akkor a kérdés, mert valamiképpen mindaz, amiről eddig beszéltünk, ebbe a kérdésbe csúcsosodik ki, hogy a rendszerváltás után ugye az lett az általános is, és az értelmiség körében, főleg a liberális értelmiség körében elfogadott nézet, hogy a diktatúráknak van úgynevezett kultúrpolitikája,
most végre eljött a demokrácia és a szabadság, éppen ezért nincsen szükség kultúrpolitikára, mert az államnak sok egyéb mellett az sem feladata, hogy a kultúrába bármilyen módon beleszóljon, bármilyen módon megpróbálja orientálni a társadalom ízlését, vagy az érték ítéletét, vagy az érték választását. Mindent hagyni kell, mert majd a kultúra is úgy magától eldől. És én egyre inkább azt gondolom, lehet, hogy csak azért, mert öregszem, hogy ez egy marhaság. És az államnak, hanem a legfontosabb dolga és kötelessége az, hogy valamilyen módon kultúrpolitikát csináljon. Én meg azt gondolom, hogy nem, hogy marhaság, hanem egy veszedelmes színjáték. Ez, hogy az állam jaj, ne avatkozzon bele, jaj, ne, mi minden. Ez a legveszedelmesebb színjáték abban az értelemben, hogy egy csoportosulás átvegye a esztétikai főhatalmat. Ebből lesz a liberál fasizmus. A liberalizmus fasizmusa, amit egy Goldberg nevű aranytollú szerző megírta, és hát szegényre azt mondják, hogy hát ez egy öngyűlölő zsidó, szerintem egy nagyszerű tanító, egy proféta, aki meghatározta ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen van a jakobinus kérlelhetetlenség, azt követi a kommunista kérlelhetetlenség, mondjuk a Saint-Just, mondjuk a Samueli, azt követi a náci kérlelhetetlenség. Goebbels. És azt követi a liberális kérlelhetetlenség, amiben nagyon jó ez a... Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit, és ebben az a ravasz, hogy ezek a jakobinus és kommunista és náci diktatúrikus kérlelhetetlenségek szemben kell szemben, ez nagyon rafináltan mosolyogva történik, jószagúan, Gucci cipőbe és Nike trikóba. És mosolyogva, az államnak nem kell, és egyszerre csak térülsz, fordulsz, és már nem vagy. Már ki vagy szorítva mindenből, térülsz, fordulsz, és már csak egyedül üdvözítő út van, csak olyan könyvet szabad írni, csak olyan filmet szabad írni, ezért önnek abszolút igaza van. Az államra itt is szükség van, erős államra itt is szükség van. Birkanyáj vagyunk, mi emberek, kedvesek, szeretetreméltóak, és azt akarjuk, hogy vezessenek bennünket. Innen, szükségünk van rá. Innen fogjuk folytatni egy rövid szünet után. Köszönöm. Folytatjuk a mély magyart, vendégem továbbra is Kerényi Imre színházrendező. Nem szeretnék monomániásnak tűnni, tanár úr. És az első részben meg is beszéltük, hogy igenis szükség van kultúrpolitikára. Aki ezt tagadja, az, ahogy ön fogalmazott, a legkártékonyabb varázsló, és a liberál fasizmust készíti elő. És akkor... Mielőtt áttérnénk és visszatérnénk Magyarországra és konkrétumokra, egy kicsit még hagy maradjak a általános kultúránál. Én, ahogy nézem a világot, most adjuk el egy kicsit a mi hazánkat, nézem a világot, ezt a nyugati világot, időnként hol az ember tragédiájának a londoni színét látom ebben a mi világunkban, hol a falangsztert, hol a kettőnek valami furcsa és hátborzongató kombinációját. Tudom, hogy ön is nagy szerelmese Madách művének, azért is hoztam ezt a példát. És óhatatlanul fölmerül megint csak az emberben a kérdés, ezt a világot látva, hogy egyáltalán szükség van itt még bármilyen kultúrára. Most szakadjunk el csak Magyarországtól, és nézzük így globálisan. Le lehet tuszkolni a tömegek torkán még bármi ilyen értelemben vett nemes és értékes kultúrát? Szóval arra kell vigyázni szerintem a magunk fajta embereknek, hogy ne adja át magát a huhogás tehetségtelenségének. Ezzel azt értem, hogy kétségbe lehet esni. Jaj, szörnyű jelek vannak, meg nem tudom micsoda. Mégis ebben, és ez tény és való, hogy szörnyűek vannak, mégis önvédelemből magunkat meg kell őrizni, meg kell védeni. És azt gondolom, hogy egy ellenkező technikát kell fölvonultatni, tehát miközben minden pusztul veszik, öreg színész mondta Szikszai,
már Madács is megmondta, pusztulunk, veszünk. Na most ez a szemlélet, ez hogyha ennek átadjuk magunkat, akkor és csak huhogunk, akkor nem csináltunk semmit. Én azt gondolom, hogy a de profundis tecla domine, tehát a legmélyebb pontról is lehet kibontakozást találni, fölkiáltani az Úrhoz, megtalálni valami jót, egyre inkább az a jelszavam, hogy keresd a jót. És hogyha körülötted falangszer van, meg London, akkor találd meg a Margaréta világban a szépséget, vagy a Dongóban, és mindig körülvesz bennünket olyan kulturális és nem kulturális jelenség, amiben meg tudod találni az örömedet, ha ez a készség bennünk kiveszik, akkor szerintem vereségre vagyunk ítélve, mert onnantól csak busulni tudunk. És a busuló juhász, hát ez egy jó kis állapotot lehet szoborba, de tulajdonképpen egy inaktív és nem célra vezető dolog. Szerintem a rosszban meg kell találnunk a jót, és a jó pillanatokat, cserepeket abból össze kell rakni egy másik székesegyházat, egy másik életlet, egy másik kaptárt, azt berendezni, beélni. Arra gondolok, hogy erre mindig van lehetőség. És ahogy tanították nekem régen, hogy a búvópatak, abba kell bízni, hogy aztán ez elmúlik. De akkor nem múlik el, ha csak siránkozunk. Tehát a cselekvő ember az a rossz helyzetben is megpróbálja megkeresni a jó cselekvést. Szóval valami olyan dolgokkal kellene foglalkozni a kultúránkban, amelyik az emberekben, a befogadó embereket mosolygóssá teszi, jókedvűvé teszi, nyitottá teszi, a befogadás állapotába hozza, kíváncsivá teszi. És azt gondolom, hogy ilyen könyveket is tudunk írni, ilyen lapokat is tudunk szerkeszteni, ilyen cikkeket is tudunk írni, ilyen tévéműsorokat is tudunk csinálni, és arra gondolok, hogy erre égető szükség van. Szóval a feleségeink például szerintem utálják azt, hogy mi állandóan veszekszünk. Olyan értelemben, hogy a politikai meg a művészeti felépítmény emberei kígyót, békát kiabálnak egymásra, egyik köpi a másikat, másik köpi az egyiket, de ez már ilyen rutinszerűen történik, néha még az emóciót is hiányolom bele, bennem már csak technikaként megy, mégis ez a egymásra kigyót békát kiabálni, ez szerintem egy undok és unalmas tevékenység, és a feleségeink azt mondják, hogy mi lenne, ezt abba hagynátok. Szerintem igazuk van. Mi lenne, ha nem veszekednétek annyit? Igazuk van. Tehát például az arany milyen jó volt, hogy ha egy úri lócsiszárral találkoztam, félreálltam, és letöröltem. Bevert fárra. Nem töröltem, félreálltam, és letöröltem. Ha ezt a magatartást tanúsítja az ember, nem veszi föl a kesztyűt, és átlép fölötte, és mással foglalkozik, akkor szerintem helyesebben cselekszik, mint ha átadja magát a kétségbeesésnek. Mert arra nincs ok. Hát itt vagyunk kormányon, rengeteg minden eszköz van a kezünkben, tudunk sok helyen beavatkozni, hasznosnak lenni, jónak lenni. Én számomra ez egy élvezet, ez egy remek lehetőség. És hogy próbálom is a magam működésébe kikeresgélni ezeket a pillanatokat. Én például nagyon tudok örülni, hogyha a másik politikai táborból valakit megnyerek szellemileg, és ez bedolgozik akár a Nemzeti Könyvtárba is. És azt gondolom, hogy ez helyes. És aki nem akar bedolgozni, az ne dolgozzon be. De a kapcsolódási pontokat nem kényszerítve és nem erőltetve, mert aki úgyse hajlandó kollaborálni, az nem hajlandó kollaborálni. Aki csak a köpködés kultúráját és a konfrontáció kultúráját képes teljesíteni, és ez a maximális részéről, arról le kell mondani. De van egy csomó más ember is. Akkor a megtalálni a jót, akár egy szörnyű világban, feltételezhetően ilyen értelemben hangzott el az ön szájából az a mondat, ami aztán politikai ellenfeleinknél egy ilyen, azóta is ilyen sakálszelű röhögéssel szokták idézni, ugye ez a kinyílott a pittypang, hogy a Magyar Krónika című folyóiratnak a szellemisége az valahogy úgy épüljön fel, hogy találjuk meg mindenben a szépet és a jót, és hogyha kinyílott a pittypang, akkor írjuk meg. Akkor gondolom ez ezt jelentett. Bayer úr, ez egy 17 oldalas röpirat volt, amit mi
hosszan és gondosan írtunk meg, szerkesztettük, 5-10-szer át. Tudtuk, hogy a Népszavánál fog landolni. A kibocsátás pillanatában volt ott a Népszava. Én az egésznek a fogadtatását borítékban le tudtam volna írni egy újságcikkbe, hogy ez így fog történni. És nagyon nagy botrány volt, olyan nagy botrány volt, hogy az egyik főember azt mondta nekem, hogy hát ezt föl kéne adni, ezt a lapot nem lehet beindítani. És akkor, hogy adjam föl, és mondtam, hogy szó nem lehet róla. És azért érdekes, Bajer úr, hogy az a 17 oldalas röpirat pontról pontra megvalósult azóta. Az összes fő téma, melléktéma, megjelölt, nem tudom micsoda, egy dolog nem valósult meg, amit én hosszan fogalmaztam, hogy tanuljunk meg röviden írni, és hasábokat írjunk, és legyünk hasábok és a hasábok. És nagyon erőlködtem abba a 17 oldalba, hogy tanuljunk meg röviden írni, de aztán rájöttem közben, hogy erre a nemzeti konzervatív tábor alkalmatlan. Valahogy ők ezt a könnyed, gyors, fürge, pármondat című műfajban, majdnem azt lehet mondani, hogy a mi szerzőink szégyelik magukat, ezt a műfajt szégyelik, pedig én szerintem nagyszerű, és a tömörségre való törekvés az nagyszerű, de hát lehet, hogy még tanulnunk kell. Vesződöm ezzel a Magyar Krónikával, Bencsik Gábor a kitűnő főszerkesztő, és mindig értékeljük a lapot egy... És nem az én dolgom megítélni, de azt gondolom, hogy az ország harmadik, második vagy harmadik legszebb folyóirata, a legszebb a Hamu és Gyémánt, az verhetetlen, az verhetetlen. És nagyon szép a Rubikon, a Múzeum Café is nagyon szép volt. Na most a miénk második vagy harmadik ebben a listában, mármint látvány. Na most, mint tartalom, arra törekszem, hogy örömmel és mosolyogva forgassák és olvassák. És azt látom, hogy mivel én arra gondoltam, hogy a feleségeink is olvassák el, hogy ez megtörténik. És a Nők Titkos Szövetsége egymás között ezt a folyóiratot úgy dugja egyik a másiknak, mint a nők lapját. Azon az alapon működik ez is. Ez nem egy nagy durranás, hogy keresd a jót, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó önvédelmi technika, hogy a nehézségek közepette legyen egy-egy derűs és normális pont. És ez a lap tudatosan eredményekről szól, és azt vettem észre, és az újságírók munkájába is azt figyelem, hogy amikor találnak örömteli témát, akkor azt őszintén tudják-e megírni. Mert a megjátszott öröm, Az még rosszabb. Az még rosszabb. De hála Isten, van benne olyan cikk. Szóval azt nézem ebbe a labba, hogy én szívesen olvasom el. És elég sok olyan van, amit szívesen olvasok el benne. Ugye a tömörségről jutott eszembe, ugye följegyezték Babicsról, mint a Baumgartner díj főkurátoráról, hogy egyszer egy ifjú titán elküldte neki a regényét, ami valahogy úgy kezdődött, hogy a legyugvó napsugarai aranyba burkolták a nyugodni készülő természetet, valahogy így szólt a nyitó mondat, és a poéta Doctus egy vastag ceruzával ezt így kihúzta, és odaírta, hogy alkonyodott. Valahogy így ez volt az irodalom lényege. Igen, az az érdekes, hogy mi nemzeti konzervatív szerzők mindig meg akarjuk írni az egészet, a nagy totált. Elindulunk Makótól Jeruzsálemig, és végigérjük a feltámadásig. És valahogy ebben kellene azért szerintem egy kicsit fejlődnünk, vagy olyan mintákat keresni, amit utánozhatunk ez ügyben, de ez, ebben még van. Van még tennivaló. Már kétszer is így mellékesen szóba került a Nemzeti Könyvtár. Ami azt gondolom, hogy az elmúlt évek tevékenységei közül szerintem a legfontosabb, mármint az ön nevéhez kötődő tevékenységek közül. És ezt egyebek mellett onnan is lehet tudni, a netton kívül, hogy az ember foghatja ezeket a könyveket, a kezébe veheti, hogy valami iszonyú elementáris és penetráns örjöngés fogadta másik oldalról, amely örjöngésnek ugye az egyik fő vonulata az volt, hogy micsoda dolog beleavatkozni a könyvpiaci folyamatokba ilyen államilag dotált könyvkiadással. És akkor ugye itt megint elérkeztünk, legyen-e kultúrpolitika, vagy ne legyen, tényleg a piace a kultúra önmagában, vagy nem csak az.
mik a fő szempontjai a Nemzeti Könyvtár sorozatnak? Mert nyilván, hogy ez maga a legvaskosabb kultúrpolitika. Ne tagadjuk. Abszolút az, de a támadások kezdenek elmúlni. Tetszik tudni miért? A Nemzeti Könyvtár olyan, mint az úthenger. Minden ősszel, minden tavasszal kijön egy csomag könyv, már 3 méter, ez minden közkönyvtárban ott van. Minden középiskolai könyvtárban ott van, minden középiskolai iskolaigazgató irodájában ott van. Minden nagyobb polgármester irodájában ott van. Államtitkártól fölfelé mindenkinek ott van. 730 határon túli címnél ott van. És ott virítanak ezek a kötetek. És ezek a kötetek igenis tudatos kultúrpolitikát csinálnak. Éppen ma foglalkoztam azzal, hogy írtam egy újságcikket, hogy a 64-től a 75. kötetben milyen fajta kultúrpolitikai újítások vannak. Hát olyan újítások vannak ebben a kötetben, hogy visszahozza a közbeszédbe Tormai Cecilt, aki kitűnő író, és Nobel-díjat szavaztak meg, jelölték, és azért nem kapta meg, mert meghalt szegény. És ellene a fővád az, hogy antiszemita, pedig hát én rájöttem, hogy a Bujdosókönyv az nem antiszemitizmus, hanem tényirodalom, az nem véleményműsor, hanem tényirodalom, de, leírás. Ha egyéb, csak zárójeles megjegyzés, ne feledje szavát, ha Tormai Cecil antiszemita, akkor Móri Zsigmond is az zárójel bezárva, mert a naplójában 19-ben cifrábbakat ír. Igen. Tormai Cecil a Bujdosok könyvében. Tehát ez egy hülyeség. Vagy azt mondom, hogy éppen most az újságcikkemben írom, hogy visszamentettük Herceg Ferencet. Aki szintén állítólag ő szerintük antiszemita. Igen, hát ő Tisza és Hortinak a barátja volt, egy fiú, aki a temesvári piarista gimnáziumban tanult meg magyarul. Az apja Versetci polgármester volt, korábban patikus, igen, gazdag, sváb. Magyar rá lett, írófejedelem lett, 50 éven keresztül szerkesztette az én példaképemet, az Új Idők című hetilapot. Én a Magyar Krónikában az Új Időket próbálom utánozni ügyetlenül, mert az Új Idők tudósításai ideológia nélkül felvillantják azt a kort, amiben született, és Herceg Ferenc. És a Nemzeti Könyvtár visszahozta Hanvas Bélát, Kodolányi Jánost és Várkonyi Nándort. Ez a szellemtörténeti triász. Szíriát oszlopai. Ez magyar legenda, ez magyar különleges tudás, hogy amikor jött a marxista úthenger, és az egész világ, de Európa is megbolondult a kommunista eszméktől, akkor ezek az elszigetelt oszlopok, a szellemtörténet emberei, akik villanyszerelőként az ágy alatt titokba írták a munkáikat, és a marxizmus nyomulása ellen, például az egyháziskolában nevelkedtem, ezekbe kapaszkodtunk. Most ez itt van előttünk. Ez a sok szerző, akit úgy elpróbáltak felejteni és kiebrudalni, ezeket ez visszahozza. És a könyveik itt vannak, leveszed a polcról, friss, eleven, és pont a szellemtörténeti triász, a Szíriát oszlopai, vagy Várkonyi Nándortól az 5. ember, az például 1,5 millió leütés, 3 ilyen vastag kötet. És képzeljen, rájöttem, hogy vannak szekták Magyarországon, akik nem is olvasnak más, csak ezeket a szellemtörténészeket. Van külön vallása a Hanvas Bélának, van külön hódolói köre Kodolányi Jánosnak, Várkonyi Nándornak, és ezeknek a könyvek ott vannak az íróasztalon, a éjjeli szekrényen. Ezeket nem úgy kell olvasni, hogy leülök és végigolvasom, hanem mint a Bibliát. Bele-beleolvasol, mindig a kézügyedben van és beleolvasol. Na, ezeket az értékeket hozza vissza a Nemzeti Könyvtár, és egy ilyen nagy lajstrom lesz, 75. kötetnél vagyunk, a 100-nál abba fogom hagyni, akkor választunk, akkor megnyerjük a választást, és utána kihozom a 101. kötetet. Az egy ilyen zárt számadás, abból nagy botrány lesz, mert abban van egy finom bélista. Ugyanis a rossz fiúk meg vannak benne nevezve, bizonyos szerzői jogokat én nem tudtam megvásárolni. Ennek 3 indoka van. Az egyik a politikai, hogy a kormány miért avatkozik bele, meg nem tudom, ez butaság. A másik nagyon komoly, az üzletpolitikai, hogy bizonyos jogtulajdonosok tapottat se hajlandók átengedni a jogot, mert nagyon sok pénzt tudnak vele keresni. Például Eszterházy Péter jogait megvették a németek.
és a németek szóba nem állnak velem. És a harmadik, amit rossz fiúk vannak, és nem kaptam jogot, képzelj el a családi veszekedés. Perek vannak, hogy ki az örökös. Például képzelj el, Bayer úr, én a Nemzeti Könyvtárban nem bírom kiadni Csurka István egyik regényét, pedig ki akarom adni a hamis tanút. Mert van a két lány, mint örökös, van egy másik hölgy, aki utóbb feleség, piros körömcipő, stb., és van egy alapítvány. És a három perben és haragban áll, és tulajdonképpen Csurka irodalom az elhagyott javaknak tekinthető jelen pillanatban, úgyhogy nagyon sokszor nem tudom megoldani, és úgy lesz megcsinálva a 101. kötet, hogy 100 van a kánonban, ami megjelent szöveggel, és a 101-ben föl lesznek sorolva azok a művek, amik nem jelentek itt meg, de benne vannak a kánonban, laudáció lesz, élettörténet, ajánlás, előszó, minden, például Örkény Istvánról. Például Ottlik Gézáról, képzelj el, Ottlik Gézát, klasszikus nemzeti konzervatív író, a miénk, és nem tudom megvenni a jogot, nem volt családja, ráhagyta egy barátjára, történetesen egy neves balliberális író, aki azt mondja, hogy szó sincs róla. És akkor megfosztja a nemzetet a saját írójától. Elképesztő. Ugye? Ez a iskola a láthatáron. Hát na nehogy meg kell. Hát ön gyönyörűeket írt ott a katonaiskola mellett a Mohos kőszikláról. Na az a világ. És én ezt a Nemzeti Könyvtárban nem tudom produkálni, de így a 101. kötetbe, és ott gondosan be fogom írni, hogy hol jelent meg, mikor, hol lehet megvásárolni, mennyiért, mert a szöveget nem tudom mellé tenni, de a kánon az teljes lesz. 4 percünk maradt, szűk 4 percünk, és akkor pont ennek kapcsán muszáj föltennem azt a kérdést önnek, hogy mikor én az ELTÉ-re jártam, volt egy ilyen segédtankönyvünk, az volt a címe, hogy a népi urbánus vita dokumentumai. Egy viszonylag vastag könyvecske volt, ahol egymás után el lehetett olvasni nagyjából időrendi sorrendbe mindazt, ami Németh László, Féja Géza, Veres Péter, tehát a népiek versus ugye az urbánusok, Ignótus, Hatvani, a korabeli sajtóban nyugatosok és keletnépe, azok a viták, amik ott folytak, antiszemita, nem antiszemita, stb. Európa, magyarság, nacionalizmus kérdéskörben. És nekem az a megdöbbentő, hogyha ma valaki letakarna évszámokat és mondjuk újságcímeket és szerzőket, és elolvasnánk a rendszerváltás utáni mainstream magyar sajtót és a mainstream szerzőket, akkor mi azt a népi urbánus vitát folytatjuk, amit Németh Lászlóék csináltak a 20-as, 30-as években. Semmi nem változott. Meg lehet ezt haladni? Két és fél percben? Nem. Én nekem az a véleményem, hogy nem lehet meghaladni. Ez Magyarországon hozzátartozik a nemzeti történelmünkhöz. A magyar nemzetnek ez egy alkatrésze. Szent István óta befogadó magyar nemzet. Jönniük kellett a jászoknak, a kúnoknak, a besenyőknek, kevés volt a magyar, a sváboknak, a görögöknek, a szerbeknek, a zsidóknak, nem tudom micsoda. És a magyar népesség és a magyar jogfolytonosság és fennmaradás majdnem ki volt szolgáltatva ezeknek a betelepítéseknek. És az a csoda történt, hogy a betelepülők lázas gyorsasággal elmagyarásodtak. Ugyanaz történt, mint az Egyesült Államokban. Ez a magyar népnek egy különleges készsége, hogy asszimilálja a befogadott embereket, és Herceg Ferenc a jó példa, aki gimnáziumban tanul meg magyarul, és az egyik legnagyobb magyar hazafilesz belőle. Petőfi Sándor a másik ilyen példa, tehát ez szaporán van. Na most ugyanez vonatkozik a zsidóságra, és az egy kicsit túlcsinálta a saját jelentőségét, de ez most már beleépült a magyar kultúrába, valahogy békén el kell fogadni, hogy ez így van, ez a kettős szereposztás, de azért azt meg kell mondani, hogy amikor Herceg Ferenc az Új Idők című lapját kiadta, a legrosszabb években is 30 ezer példányban, 10 000 előfizetéssel, akkor tudja, hogy hány előfizetője, hány példányban jelent meg a Nyugat? 500 körül. 500, a legjobb hónapokban 800. Azt lehet mondani, hogy egy nagy irodalmi életben, ahol Új Idők, Nyugat, Kelet, mindenféle volt,
akkor itt ezt a nyugatot egy kicsit túlcsinálták, és azóta is egy kicsit túlcsinálják. Hát én majd remélem, hogy a maga gyerekem, az én gyerekem, ezek már kicsit röhögnek, de a meghaladás nehéz, de a meghaladást valahogy a kihozanodással kéne csinálni, ha mind a két fél hajlandó lenne erre. Erre egyelőre csak mi vagyunk hajlandóak, a másik fél még görcsöl, és ottan benn van a saját sarkában, és azt mondja, én felsőbbrendű vagyok, aztán ez nem is igaz. Nagyon örülök, hogy itt volt. Jó volt önnel beszélgetni. Köszönöm szépen, Márki László. Szívesen jöttem. Köszönöm. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben találkozunk. A viszontlátásra.